Az energetikai felújítás keretében a fűtésrendszerünket korszerűsítik, felújítják a villamosrendszerünket, nyilászárókat cserélnek főképpen. Ez a zárvatartás mit jelent pontosan az olvasókra nézve? Február 13-án fogunk nyitva tartani utoljára, ez egy pénteki nap, és 14-én neki fogunk az épület kiürítésének. Ez azt jelenti, hogy a teljes könyvtár kiköltözik az épületből, hogy át tudjuk adni munkaterületnek. Nem csak a könyvtári részt ürítjük ki, hanem a közösségi ház oldalon lévő irodákat is. Hogyha valaki mégis kapcsolatba szeretne lépni a könyvtár dolgozóival, megtalálja őket valahol. Igen. Teljesen zárva, könyvtáros nélkül egy hétig lesz a település, mert azon a héten a könyvtárosok is pakolnak. De az azt követő héten, február 23-ától meg fognak találni bennünket a rendezvényháznak a felső terében. Minden hétköznap 8-tól 4-ig fogunk nyitva tartani. Nyilván könyvtári szolgáltatásokat nem fogunk tudni adni, kivéve a könyvfalót, a gyerekek számára szervezett program az folyamatos, mert az egy pici része az állománynak, azt magunkkal visszük. A gyerekek tudnak ebben részt venni folyamatosan, viszont a könyvkölcsönzés teljesen megszűnik. Amit a rendezvényházban tudunk szolgáltatni, az a nyomtatás, szkennelés, spirálozás, egyes számítógépes szolgáltatások. Internet használat is lesz, de csak... Hát úgy fogalmaztunk a kiírásokban, hogy sürgős esetekben az e-ügyintézést tekintve főleg szívesen segítséget is nyújtunk, és önállóan is lehet gépet használni, de csak e-mail megnézésére, e-ügyintézésre, tehát kifejezetten felnőtteknek szóló szolgáltatásaink fognak működni. Említette, hogy az irodai részeket is érinti ez a zárvatartás. Például a családsegítő szolgálatot vagy a Démász ügyfélfogadást hol fogják megtalálni az érdeklődők? A Démász ügyfélszolgálat a Városháza aulájába költözik, úgy tudom, ott lesz elérhető. Az ügyfélfogadási idők tekintetében ugyanaz a helyzetet nem változik. A családsegítő szolgálat munkatársát a gondozási központ épületében a Zákenyszéki úton fogják tudni megtalálni, a gyermekjóléti szolgálat pedig a kőiskolában kap elhelyezést, ami nem is sétányon. A Vöröskereszt iroda munkatársa pedig az inkubátorházban fog helyet kapni, addig az ideig, ameddig itt a házban nem tudnak helyet foglalni nálunk. Milyen konkrét változások történnek majd itt a könyvtárban? Egy teljesen új könyvtárat kapnak majd itt az ide látogatók? Én inkább azt mondanám, hogy komfortosabb lesz a hely, és biztonságosabb. Nyilván most is megfelelünk minden szabályozottságnak, de hát azért azt nem kell elfelejteni, hogy ez egy viszonylag régi építésű ház. Itt bizony már gondolni kell a korszerűsítésre, annál is inkább, mivel az utóbbi években jelentősen megnőtt a villamosenergia felhasználásunk, nőtt a számítógépek száma, erre gondolni kell. A fűtéskorszerűsítés pedig nagyon időszerű az épületben szintén. Jelenleg kétféleképpen oldják meg a dolgot, mind a kettő gázüzemű. Itt pedig a termál fűtésre fognak bennünket rákapcsolni. A nyílászárók cseréje meg szintén, tehát a 80-as évek óta ránk fér egy kis újítás az ablakok terén is. Várhatóan mikor tudják újra igénybe venni a könyvtár szolgáltatásait az olvasók itt helyben? Ha semmi sem csúszik, akkor március 31-én nyit a könyvtár, ez egy keddi nap, rendesen, teljesen normális időben és teljesen a megszokott körülmények között. A közösségi ház irodáiba egy picit később tudnak visszajönni a szolgáltatók. A pillanatnyi állás úgy néz ki, hogy április 10-e környékén tudják visszaadni az épületnek azt a részét, és költöznek vissza a szolgáltatók. Nyilván télvégi időszakról van szó,
mind a kezdő, mind a záró időpontokban előfordulhat változás, mert hogyha kapunk egy nagyobb hóesést, akkor nyilván nem költözik a könyvtár, tehát csúszni fogunk, de nagyon ügyelünk a tájékoztatásra. Érdemes nézni a könyvtár honlapját. Ez a könyvtár.morahalom.hu oldal, ahol a kolléganők figyelnek, hogy mindig az aktuális információ legyen kint, a Facebookon, vagy a Moranet TV képújságján.